Engedjetem! Szevasztok gyerekek! Hát mit hoztam ide nektek? Farming Simulator 25! Ki fogjuk próbálni ezt a csodálatos játékot? Hát nem mondom, hogy csodálatos, mert tudjátok, hogy milyen a képőr. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem fog tetszeni neki. Első látásra videó, nem játszottam még a játékkal 5 pörcöt se, de most ki fogjuk próbálni együtt. Gyorsan ránézek a beállításokra, azért innen indulunk, mert hát figyeljetek, legyünk akkor már, legyen az legelejét a gyerekek. Beállítás, grafikai beállítás, ultra. Fölbontás csodálatos, figyeljetek egy izé... Várjatok, nekem kellene valami beállítás meg. Zene, hangerő, jó, a hangot ezt már levettem, annyit csináltam, mert különben sem tudtam volna indítani a videót, mert különben annyira brutális a hangos lett volna. Nyomunk egy karriert, elvileg most már van valami NPC is a játékban, úgy hallottam, ami, hát... jó, nem is húzom az időt, gyerekek, hát nyomjuk neki! Mi ez, új gazda? Jaj, itt van, 3 darab map van. Ez ilyen medit... Jaj, ez a Kína. Van egy ilyen... Ó, gyerekek, nagyon jó. Van egy Kína, van egy Zejlonka, ami úgy látom, hogy ilyen keleti vidék akar lenni, talán Kelet-Európa. Meg van egy amerikai, elvileg egy amerikai map. Új gazda, 100 000, figyeljetek, kezdőhite. Könnyű legyen. Csapjuk neki, gyerekek, nyomjuk. Mi ez? Ó, igen, van nekünk már külön pakunk DLC-k, mert ez a One Year Edition verzióval játszunk most, a Keeper azzal fog veretni, egy olyan verzióval, tudjátok, hogy hát miért ne? Na, figyeljetek, nagyon izgulok, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a játék rohadtul, mennyit fejlődött, grafikai szinten, játékmenetbe, érzésre, és leginkább az fontos szerintem, hogy érzésre mennyit fejlődött. Tehát, hogy így mennyire tűnik jobbnak, mennyire jobb, mennyire érzed jól magad a játékban, szerintem ez a leginkább legfontosabb. Hát a töltési idő úgy látszik, hogy még mindig azért nem kevés. Reméljük, hogy a gépünk jó, fölraktuk mindent ultrára, csapjuk neki, hát bízom benne egyébként. Igen, nagyon várom már, nagyon, na valami legyen már, ezen a mapon fogunk kezdeni, aztán megnézzük, hogy milyen a játék, de én már most kívánkozok át arra a kelet-európai mapra, az valami lengyel, vagy valami hasonló lehet, nem? Ja, én biztos nagyon sok hülyeséget mondok, de én nagyon szeretek úgy beleugrani egy játékba, hogy gyakorlatilag én megmondom őszintén, hogy egy darab streamet nem néztem belőle, egy darab. Az utolsó videó talán, amit láttam belőle, az, amikor így reagáltam. Tudjátok, amikor a legelső gameplay videók és gameplay képek kijöttek, screenshotok a játékról. Én egyáltalán nem akartam semmit foglalkozni az egészen. Azt hiszem, hogy van külső nézet is. Az a baj, hogy jöttek szembe velem mindenféle információk, pedig aztán annyira nem is akarta a Keeper. Mármint úgy értem, hogy olyan információk, figyeljetek, jó ez nekünk, ne nézzük azért meg, milyen ruhát lehet, azt a bőtyár gyerekek, hát ha izébe fel, az nagyon jó, mik vannak itt, úristen, imádom, hogyha lehet testre szabni a Johnny-st, fölvegyük, ó, gyerekek, nagyon jó, kalapkabát, milyen izék vannak, szaszának ez a cross sisak, nagyon ott, ez a sapka, ez tetszik gyerekek, ez a sapka, egy baseball sapka? Nem, ez a sapka, ez ilyen nagyon jól néz ki, ezt imádom. Már most egy kesztyűt fölkapjuk, egy stíles kesztyűt, vagy mi? Egy fölsőt azért se... Ó, hát ez nagyon paraszt gyerekek. Várjátok, egy fölsőt hadd cseréljek le, egy ilyen kapucnisba leszünk, jó? Vagy paulóba? Nyár van-e, vagy tél van-e? Hogy kezdünk? Na! Ezzel fogunk menni, hard is fizébe, cuszba gyerekek, megyünk vele. Van cowboy kalap is, vagy ilyenbe nyomjuk. Nyomjuk ilyenbe, ez ilyen, aj, na jó. Ja, egy napszemcsi gyerek, ókuláré, egy ilyen ókulárét még földobunk, aztán hadd megyen gyerekek, megerősítés. Üdvözöljük az új gazdaságban. Délelőtt érkezel meg az új gazdaságodba, Walter nagyapád már nem tud foglalkozni a farmal, ezért te veszed át az irányítást. Ismerkedj meg a játékkal, mielőtt találkozol nagyapáddal. Gyerekek, ez már számomra jó jel, hogy van egy olyan komplex tutoriál, ami... így bevezet a játékba. Erről hallottam. Megmondom őszintén, erről hallottam, hogy van valami NPC, több NPC is, de például a nagyapánktól vesszük át ugye a gazdaságot. Körbevezetés. Kezdjük a felülettel. Minden fontos információt megtalálsz a képernyőn. Ah, yes! Kattints bárhova, folytatás. Az oké. Okay. Oké, milyen ott a dátum, igen, ott írja, hogy milyen idő van, ott a dátum. Ott írja az időt.
Ott írja az egyenlegünket. Oké, ott a minitérképünk. Körbevezetés, előre haladása. Körbevezetés, előhaladás, ismerkedj meg a felhasználói felülettel, azzal vagyunk. Most éppen csapjuk neki. Körbevezetés, nagyon izgulok egyébként. Fel vagyok pörögve, nagyon izgulok. Na, most már, hogy ismered az alapvető felhasználói felületet, lépjünk tovább. Nem állhatsz csak így, úgy itt. Menj a megjelölt helyre, az irány vezető. Szemszög irány, oké, jól van, csapjuk neki, oké, oda köberni, hoppá. Gyerekek, megjöttünk a Farming Simulator 25-ben, néha úgy érzem magam, hogy úgy rohad az idő, mint az állat. Most volt az, amikor kijöttek az első infók erről, aztán már most itt vagyunk, gyerekek, körül. Én körül akarok nézni, ez mi ez, egy hajó? Basszus, létezik az a hajó a torpedóban, amelyik egy kockás, tudjátok, itt van. Hát ez hihetetlen. Satu meg minden, remélem ezt lehet is használni majd egyszer, nem, biztos nem lehet, de azért gyerekek, én így nagyon bele fogok feledkezni. Grafika nagyon érdekel, hangok nagyon érdekelnek. Van egy ilyen, hogy mondjam ezt, nem az a fontos, hogy jó legyen a grafika, nem az a fontos, hogy jó legyen a... Asza! És közben csipogott a telefonom, várjál, már ezt ki kell kapcsolnom, mert most nagyon rá vagyok hangolódva a dolgokra. Sanyika meg itt akar jönni az ölembe. Közben meg TikTok videó pörög, mind az őrület. Na, gyerekek. Van hajó, izé, van egy pótkocsink, úgy látom. Figyeljetek, csináljuk a tutoriát, azt van, oda nézzetek TikToknak, ott van a hely. Bazze, van egy ilyen kis csirke helyünk, ez már most jó. Nagyon jó. Ez mi? Ez egy izé? Traktorgumi, tök jó ilyen kis izé, élőnek tűnik a környezet, hogy így van minden, és elvileg azt hiszem, hogy még kézi szerszámokat is lehet használni most már. Na de menjünk az öreghöz, aztán megnézzük, ott vannak a traktorok benn. Figyeljetek, komplex tutoriát, úristen, ez valahonnan ismerős nekem ez a fickó. Ez honnan ismerős? Körbevezetés, beszélhetsz másokkal a farmodon, és a térkép meghatározott pontja, nyom meg a gombot a beszélgetéshez, R. Ja, igen, R. Üdvözlök a mi farmunkon, kölyök! Örülök, hogy itt vagy, hogy folytasd a családi vállalkozást. Az, hogy hamarosan átveszed a gazdaságot, rendkívül boldoggá teszi a papádat, az biztos. Amikor édesapád az egyik látogatásom alkalmával azt mondta, hogy nem akarja, amit itt létrehoztam, nevezte, húcos öltönyében távozott. A fater nem köllött az ültetvény gyerekre. Fater nem, öreg nem köllödni a gazdaságot, kipör átveszi. Jaj, de jó. Jó van, Tata, mondja gyorsabban, nem érünk rá, megy a izé, megy a biznisz. Na. They're nice people. A bit strange perhaps. So, do you want me to give Szóval szeretnéd, hogy gyorsan körbevezessek és megmutassak néhány dolgot? Jó, figyelj, csináljuk, Tata. Mit kattintanám kell? Öntör? Öntör. Rendben, hadd mutassak néhány dolgot, megkönnyítem az első lépéseket. Tudunk farmingozni, ne ijedjetek meg, nem felejtett el a keeper mindent, de kíváncsi vagyok az új dolgokra. Közvetlenül a gazdaság melletti területen fogunk dolgozni. Oké, papa, menjünk. Jó. Oké, hova menjünk, öreg? Mondjad megfele. Oda kell menni. Ott van 5-3 méter. Micsoda köd van, ott húzódik a fák alatt, gyerekek. Júj. Jó néz ki a grafika. Tötszik a keepernek. Egyébként pazze. Hallod, ultrán megy. Sok évig annyira sok minden nem csináltunk, de hallod? Az én kotla gépemen is még szépen működik. Azért egy fizika, hogy meg lehessen lenníteni ezt, azt egy éltem volna. De egyébként nagyon-nagyon részletes környezet, meg ilyen, nem azt mondom, hogy élő, hanem így bele tudom élni magam, hogy ez kb. Így kell kinézni. Na, hova megyünk, öreg? Már ott van az öreg, hallod? Várjál már, átteleportált. Ez gyors léptű az öreg, na. Van itt egy tattor, valószínűleg tattorozzunk-e, Tata? Készen állsz az indulásra? Pattanj fel a traktorra és csatlakoztasd a talajlazítót. Hátul van. Hát, az nagyon jó, Tata. Itt meg itt lehet tankolni. Mi az, hogy itt szörőnyi is lehet? Ez nagyon jó. Várjál, meg akarom nézni. Mi az, hogy zseblámpa bekapcsolása F-fel? Ó, de nézzetek! Van egy konkrét zseblámpám. Most ezt hogy teszem el? Kézeszközváltás 1-es, 2-es. Egyes az sima, a kettes az zseblámpa. Kivilágítom a szemedet. Na jó, van, menjünk.
Ízé. Egyébként tök smooth a mozgás. Nem az van, hogy ilyen írtelen állsz meg, várjál? Van külső rédet. Hát GTA feeling befityeg, jaj de jól néz ki egyébként. Imádom, jaj de jó, hogy van külső rédet, ugye régebbi farmingok nem nagyon szerették, hanem inkább ilyen borokat körülött alkalmaz, de ez tök állat, nekem az nagyon tetszik. Tök jó. Tök jók ezek az atmoszférikus effektek, hogyha elnézel távolabb, akkor köd van meg minden. Tetszik, eddig jó, oké gyerekek. És álljunk meg egy szóra, nem. Semmilyen előny nem kapok én abból, hogyha ezt, azt mondom róla, hogy jó, meg azt sem, hogyha rossz, úgyhogy teljesen objektív és egybe szubjektív véleményt fogtok. Kezd beszállni a járműbe. Hát szálljunk be a járműbe, evetőbe, ezt csak még emlékszünk. Pontosan így. Ideje elvégezni a munkát, találkozunk a területen. Hajd csak ilyen területre. Vasütes kormányzás. Jó, ezt akkor vágjuk, várjál. Álljál meg, nekem kell egy kis hangerőt lejjebb venni, mert izé van itt a fönforgás, hol van a hangerő. Ne haragudjatok, de nekem egy icipicit hangos a jármű. A környezet az maradhat, imádom azokat a madárcsiripölést, meg mindent. Ez most ilyenkor elfogadta? El. Belső nézet. Gyerekek, meg se egyszer a játék. Mindenki annyira be volt szarva tőle, hogy olyan nagyon-nagyon nagy gépigénye van. Hát mondom őszintén, hogy eddig én nem érzem azt a hatalmas gépigényt. Jó, csak 1080p-ben van, nyilván nem 4K-ba, de hát azért azt hiszem, hogy ultrára sikerült fölrakni. Szóval ez itt a max grafikának mondható. Ne arra úgyatok, hogy ki akarom élvezni, most egy kicsit körül akarok nézni, már mind úgy akarok körülnézni, hogy érezni akarom a gépeket. Szeretnék véleményt mondani róla. Jól néz ki. Gyerekek, jó. És ez a gép, ez már alapba koszos, hallod? Várjál már. Ez jó. És egy tök jó, hogy ilyen top hang van belül, nagyon tetszik. És belül is koszos, figyeld. Belül is koszos. Ott a fellépésnél, ott. De gyerekek, ez nem csúnya, ott van az öreg, már figyeld. Meg nagyon jó, tehát jó, eddig le vagyok nyugodva, megmondom őszintén. Fogom próbálni keresni a hibákat benne, de lehet, hogy rá fogunk erre függeni. Ajúj! Isten! Nem hiszem el, hogyha ez lesz az első olyan farming szimulátor, amire azt mondom, hogy igenis. Jó, úgy nagyon kíváncsi vagyok a talajdeformációra, gyerekek. De egyébként jó! Jónak tűnik ennek a traktornak a mozgása, meg mint hogyha a kormány egy kicsit olyan kellemesebben irányítható lenne. Úgy értem, hogy... Olyan kis smooth. Nem? Vagy nem tudom, mennyire érzitek ti, vagy látjátok. Oké, papi, megjöttünk, ezt le kell kultiválni, vagy mit kell? Vezess a területre, jó. Itt vagyunk. Mielőtt tehát bármit is elvethetnénk, gondoskodnunk kell a tuskókról. Meg kell művelnünk, és elő kell készítenünk a területet. Ellenkező esetben nem fog jól működni. Oké, rendben van. Mit kell csinálni? Oké, eszközbeeresztése, oké. Figyeljetek, én kis enged szállni most? Nem enged kiszállni. Jó, meg kell csinálni, ezt úgy látom. Akkor ugye kellene egy V-t nyomni. Oké, figyeljetek, én nem a... Híve vagyok. Pont Ferike haverral beszélgettünk, hogy biztos, hogy szanaszét fogom fikázni. Ne Ferike. Lehet, hogy nem, de még meglátjuk. Ah, jól néz ki. Valahogy érzem... Most... Még nem tudom, gyorsabban még nem mentünk. Valahogy most úgy jobban érzem a tömegét ezeknek a gépeknek. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog lapulni, főleg eső után a kerék. Elvileg a fényeffektekre nagyon rámentek, hogy éjszaka jobban nézzenek ki ezek a dolgok. Ugye most ezt felemelem. Talajdeformálás farming szimulátorba? Mit csináltál? Oda nézzél, gyerekök!
Hát széttiportuk még a kemény földet is, és benne van rendesen 3D-ben, izé, odalé. 3D-ben benne vannak a keréknyomok. És izé, és berakódik a sár, berakódik a kosz, a föld a redők közé. Ne vicceljünk vele. Gyerekek, itt a végén még olyan dolgok fognak történni, ami... A felejtsen bele ebben a Farming Simulatorban, megmondom őszintén. Én minden rosszra fölkészültem, de mindig úgy állok neki egyébként egy ilyen résznek a tesztelésének, hogy nagyon szeretném szeretni. Szeretném, hogy jó legyen. De viszont úgy is állok hozzá, hogy nagyon-nagyon kritikus szemmel akarom vizsgálni. Egyébként érdekes, a torlóban nem lapulunk be, ugye? Hát az általában mindig tömörebb, de a kultivátor földbe, ott ami mellettünk van, oda már be. És tök jó, hogy nem ilyen nagyon nagyon-nagyon egységes az a kultivált terület, hanem ilyen rajt, benne vannak az ilyen szálak, látjátok. Hú, nagyon szép, jó. Eddig meg le vagyok nyűgözve, oké. Várom, hogy mikor fog valami hülyeség lenni, de eddig megmondom őszintén, le vagyok nyűgözve. Pont tegnap volt egy kommentem egy videó alá, hogy bizonyos videós, nem akarom mondani a nevét, gyakorlatilag azért tilt embert, hogyha streambe megemlítik, magyarról van szó, megemlítik neki, hogy ez olyan-olyan, mint a Farming Simulator 22. És amikor ezt olvastam, ezt a kommentet, akkor nagyon az volt bennem, hogy ugye nagyon sok Farming Simulatoros videós, ahogy én is egyébként Giants-es partner vagyok, és ők is azok, és ugye az eladott, a linkjeik által eladott termékekből ők részesednek, ugye, ahogy én is részesednék, csak én nem rakom ki a linkeket, mert nem érdekel. Nem célom az, hogy ebből pénzt keressek, viszont ugye őnekik jó, hogy minél nagyobb eladások lesznek, és minél jobbnak ítéltetnek meg a játékok. Viszont most, hogy játszom ezzel a játékkal, mégis úgy gondolom, most így felül kell írnom ezt a gondolatmenetet, amit így hát elképzeltem, vagy így megfogalmaztam magamban, mert én nem érzem, gyerekek, hogy ez olyan, mint a Farming Simulator 22. Én... Én annyira nem leszek egy hiteles, mivel mindenki azt várja tőlem, hogy a szétfikázza. Még Ferik a haver is. Meg gondolom mindenki azt várja, hogy kipörfikázni fogja. De én most ezzel kapcsolatban, a játékkal kapcsolatban jót érzek. Nekem, engem meg lehet venni ilyen filléres trükkökkel, gyerekek, hogy belapulok talaj. De meg ezek nem filléres trükkök, erre vártunk 10 éve, gyerekek, mivel egy rohadt traktor, ha rámegy a földre, amelyik valamennyire is fel van ázva, vagy föl van kultiválva, be kell, hogy lapuljon a kerék. Hát ez nekünk kellett. Meg kellett az, hogy a sár bekerüljön a kerekeink redői közé, nem? Az öreg meg ott néz, hello, ott a mi újság van, itt csinálom a dolgokat. Csak éppen izé van, most nagyon-nagyon-nagyon bele vagyok feledkezve. Hoppa. Szerintem elment a nap. Most ilyen akkurátusan csinálom ki, nem kapkodunk, hanem próbáljuk így megismerni a játékot. Arra vagyok kíváncsi nagyon, hogy mennyi idő múlva tűnnek el a keréknyomok, hogy nincs-e az az effekt, tudjátok, mint ami a régebbi Farming Simulatorokban a sima keréknyomnál, hogy így folyamatosan tűnik el, és ez ilyen tök idegesítő tud lenni, amikor látod, tudod, amikor fordulsz, látod, és ugyanott mész, és előtte így tűnik el, az ettenetesen irritáló szokott lenni. Kicsit rakunk neki egy kis sebességet, tudom, megyünk. Jaj, legyen szép napos idő, annyira szép ez a traktor. Ja, meg egy kicsit túl óvatosan húzom, de nagyon kíváncsi vagyok fizikára, mindenre. Úgy látom, hogy elég jól megmaradnak a keréknyomok. Nem fogok az elvárásoknak megfelelni, srácok. Ó, és megint kisütött a nap, nézzétek. Tök jó, mert az árnyékokon is látni, vagy pedig itt szóval valahogy úgy. Legszívesebben kiszállnék, csak nem enged kiszállni, gondolom ez a tutoriát szeretné, hogyha megcsinálnám. Gyerekek, komolyan mondom, itt
egy fejlődést veszek észre, hát ezt megpróbáljuk egybe lehúzni. Nézzük egy kis belső részt, ez hoppa-hoppa. Van szép tükröződésünk minden itt is. Ilyen apróságok egyébként, nagyon sokat dobnak ugye a játékmenethez, amiket igazából tudatosan nem is veszel észre, de... ugye mégis ott vannak, és tényleg nem tudatosodik benned, hogy tükröződik a, mondjuk a fények az ablakon. Na, remek, végeztünk kölyök. Most iránygarázsba, és hoz ki a magvetőgépet, ott találkozunk. Oké, Tatta, megyünk. Eszközemelése, nincs felemelve. Azt hisz, hogy belső nézetben el lehetne játszogatni. Várjál, majd ott tenni. Maradt egy kicsi, úgyhogy hát ne viccelj. Na oké, megyünk papi, ott van az öreg, már oda futott. Ezt gondolom teleportál, azért ezek nagyon nem mozognak, ezek az NPC-k. Kíváncsi vagyok, hogy milyen NPC-k vannak még a mapon, úgyhogy maradjatok itt velem, én itt, nagyon le fogunk tesztelni mindent. Várjál, álljál meg! Ura jó volt a sáros keréknyom el. Ura jó volt a sáros keréknyom. És ezt gondolom halványodni fog, na várjál, cseréljük eszközöket, kölyök. Szabaduljunk meg a talajlazítótól. Gondolom nincsen manuál. Ezt láttátok, hogy konkrétan lecsévélődött a izé? A tal. A kitámasztó. Most nem akarja, hogy fölvegyem, de így rendesen lecsévélődött. Jó. Hát menj a fenébe, jó. Az öreg meg figyel minket az erre. Nem tudom, valahogy annyira ismerős nekem ez a fickó. Ez milyen? Ez nem volt még egy Farming 22-ben valami, valahogy? Vagy nem tudom, hogy hogy volt. Ó, itt van a izé is, a Big Bag. Figyelj, ennél jobban nem tudsz ráállni, na. Na valami legyen, oké, Q. Vetőgép. A sewing machine. But don't you fret. I just... Next to the shed you will find a... Get over there. Töltsd meg a vetőgépet, hát itt van, ugye? Gondolom ebből kéne megtölteni. Oké, töltődik. Szuper, gyerekek! Nagyon jó vagyunk. Now you're ready to go. Készen állunk az indulásra. Múlt héten műveltem meg egy területet ott. Cultivated fields are ready to be... Drive the machine to the field and meet me there. We'll bring... Repcét szerettél? Ott az öreg elvá. Na ott a hídeledik. Keréknyomok még mindig látszanak? Nem, ne oda nézzél. Már nincs az a sáros keréknyom, és ki is hullott a... Ki is hullott a sára kerekekből. De jó. Jók vagyunk itt, gyerekek vagyok kira. Itt egy kombájn, moré. Megjüttem, Tatta? Valami lesz? Here we are. Once plants need to be sown in... It's midsummer. It's the perfect... In any other period, you might want to switch to it. You can always check the crop calendar. Jó. First, we need to prepare the cedar. Choose the canola seeds. Válaszom ki a repcebagot. Jó. Várjál, repcebagot. Hát az a ki... Seeding is okay, repce. While seeding, straight lines are... Go back and forth to bring out the seed with as few... At some point, you'll have to buy a big bag of seeds at... But now you... Jó. You only got to switch the machine. Oké, hát G-vel, igen, B-vel megkapcsoljuk és leeresztjük. Nyilván tudja a Keeper már, 1-2 főderben a Farming Simulatorban megbűveltünk, Tata. Nem tudod, kivel van a szembe szerintem itt, az az igazság. Oké, eszköz leeresztés, ezt küldjük neki, mint az őrület. Ez az, figyelj. Öreg, nem tudod kivel a szembe, komolyan mondom. Kezdő a terület vetését. Jó van, oké. Hát ezt az egészet lekövettem. Inkább vetném le az ündömet. Jó van, szépen mozog a hép, frankó minden. Meg tudjátok, mit vettem észre? Hogy a motorháztetőr, azt figyelem. Én mindig figyelem azt, hogy a tükröződések, azok... That's how it's done, kiddo. Oh, by the way, always keep an eye mindig figyeld az időjárást, jó? That's perfect for canola. If you want to hire a helping hand at some... We're done here. The helper. Ha valami vegyek fel egy segédet, jó van, tesó. Good job. Field workers are a great support if you're busy and cannot finish the job in time. Oké, okay, jó van, let's öreg. Do it quickly. Abban járműváltást használja, baszodja. Jó. Aratni is kell legyen. Gyerekek, mindent is kell csinálni, úgy látom. Most
Következik a betakarítás. Van egy érett mező, amit betakarításra vár. Még mindig készen állsz? Jó. Oké. 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 Hát akkor küldjük neki. Durrantam a vördát, gyerekek. Eddig egyébként le vagyok tűgözve. Eddig bejövős a cucc. Eddig követni. Jó fele megyek. Sorba vannak ezek a miénk is lesznek, igen, valószínű. De ennyi területem lesz kapásba, ez túl könnyű lesz nekem. He. Majd menjünk erre. Forgalom az változott valamennyit? Javult? Vagy egyáltalán van? Nem nagyon látok forgalmat. Megyek az úton operátusan. Jó, itt lemegyünk, megnézzük, hogy hogy viselkedik ilyen. Helyen. Jó, nem volt rossz. Nem volt rossz, megyünk az öreg föl. És valamilyen szinten azért ezt is ott is hagy nyomot, látjátok? Ott is beletipor a földbe. Gondolom függ attól is, hogy milyen nehéz egy gép. Ő gyerekek, milyen gyors volt ez a verda. Ez furcsa gyors volt. Kicsit változott a mesterséges intelligencia? Járműveké? Oké. Vágjunk bele! El kell készítened a gépet. A Combine esetében az adató szerkezet vágja le növényeket. Vágjuk. Oké, válasszuk le a Combine. Olyan, azt, jó. Egyébként tök le van animálva. És akkor mondom, föl kell venni. Ugye öreg? Orrba vág a izé, szörkedet. Azt a betyár, az öreg az izéből van. Kryptonit bubazze. Beton bubar. Konkrét az öreg. Hát ez nem egy nagy aratószerkezet. Jó, hát próbálnak, gondolom elég lesz. Kíváncsi vagyok a gépekre, de ezt a tutoriált ezt már végig durrancsuk, gyerekek. Oké. Csatlakoztassuk. Jó. Hagyj ki a gabonatájt, jó. Igen. Ezt vágjuk. De jó. Jól néz ki, bírom ezt a ködöt. Ezek az atmoszférikus effektek jók. Nem csúlya, nem csúlya. Meddig lehet kizubolni? Itt is jó ki lehet? Ah, tök jó ki lehet. Szeretem, hogyha jó ki lehet zoomolni, jó lehet látni. Van itt sín, van itt vonat. Valószínű volt az már régebben. És ah, szépen benyomódik a kerék a földbe. Keeper, le vagy ugözve? Nincsen fika, mi? Hát ez hihetetlen, várjál. Be kéne kapcsolni. Nyomunk egy V-t. Nincs hozzáférésed ehhez a földhöz. Ja, mert még ide kellett volna állnom. Előre dolgozunk, mert annyira jó vagyunk, he. Ja. Szépen tiporjuk a földet. Hát gondolom annyira durva taraldeformáció nincsen, hogy elakadhatunk a sárba, meg ilyesmi, azért nem SnowRunner. Viszont én ennek is örülök. Valamennyire realisztikusabbnak tűnik az egész. Na gyorsan learatjuk, aztán kíváncsi vagyok, mit kell még csinálni. Takaríts be a területet. Tehát egyébként ezek a tutorial, ez tök jó, mivel nem egy ilyen statikus idegen, ilyen életidegen az egész, hanem tényleg úgy érzed, hogy itt neked mondjuk az öregapádnak kell segíteni, vagy ő mutatja meg a dolgokat. És egy ilyen tutoriált is oké, hogy már csináltuk nagyon sokszor, ugye dolgoztunk mi Farming Simulatorban, ott van egy folyó egyébként, meg egy híd. Meg ilyen romos épületek, tök jól meg van csinálva. Nyilván itt a, ugye a mapon is múlik, viszont maga stílusa a grafikának, na, sokat dob az egészen. Látok, valamire kíváncsi vagyok. Aha, itt is... Kombájnak is berakódik a sára kerekei közé. Kíváncsi vagyok, a modolt járművek azok mennyire fognak jól működni ilyen szempontból. Hogy azok mik ezek? Valamik repkednek. Valami pillangók. Az a baj, nagyon régen játszottam Farming Simulator 22-vel. Ugye utoljára Farming Simulator 15 alsó újrak részeket vettünk fel, azzal játszottunk, és ahhoz képest azért brutálisan nagy a kontraszt. És
Viszont vannak olyan feature-ök, amik már most nagyon tetszenek. És ez, tudom, hogy nagyon nagy rész, többen írjátok lehet, hogy parasztvakítás. De hát mire van szüksége az embernek, cirkuszra meg kenyérre, nem igaz gyerekek? Hogyha engem meg lehet venni azzal, hogy van talajdeformáció, meg mondjuk szebb a grafika, élethűbb, igazából akkor mit akarunk más, nem? Valószínűleg, hogy lesznek kritikus részek, mármint úgy értem, hogy magában a videóban, ezért szeretnék kritikát megfogalmazni, viszont ezek is tök jól néz ki. Nagyon jól néz ki, ahogy a szalma ki van szórva. Ez is jól néz ki. Egy kicsit olyan, mint hogyha nagyon túlságosan le lenne aprítva. Még a Farming Simulator 15-re visszatérve emlékeztek, ott rendesen így látszottak a szalmaszálak, ilyen sokkal élénkebben, és az, nekem az valahogy jobban hasonlított arra a szalmára, amit ugye így kiszórszok földre. Az a baj, most nem enged kiszállni, ez végig kell csinálnunk, de mindjárt meg fogjuk nézni a gépeket, milyen járművek vannak. Hangsúlyozom, hogy ez nem az alapverzió, amivel játszok, hanem ugye az a One Year Edition, amiben van egy Season Pass, meg vannak DLC-k. Jó. Úgy de szépen koszosodik-e? More. Jól néz ki ez. Szépen működnek ott a dolgok, ahogy kell. Mondjuk az a létre az hova volt, de tapám? De nem biztos, hogy bemennék. Jó. Szépen koszosodik, tényleg jól néz ki. Nem csúnya. Nagyon kíváncsi leszek a modokra. Ja, azt vettem észre, a traktornak az elején, de arra visszatérek majd, hogyha a traktorba leszünk, hogyha leszünk traktorba még. Ez mi volt? Néha így, mintha megdobnál valami. Oké, megy ez. Jó. Jó. Ki kell raknunk egy pótkocsira. Hajtsuk ki a csövet. Most gyerekek, hogy én itt a tutoriállal itt el vagyok, meg itt elvinkódok. Lehet, hogy többen azt gondoljátok, hogy... Ennyi a garázsba a pótkocsir. Bocs, hogy én itt el vagyok ezzel a tutoriállal, de nagyon élvezem. Bírom ezt. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen NPC-k lesznek. Mindenképp egy hosszabb sorozatot kellene ebből csinálnunk. Hát azért mégiscsak nagyon rég volt. 3 évvel ezelőtt volt új Farming Simulator, ugye? Szép. Jó. Tab. Come back to the field. Menjünk vissza a földre, jó? Ez a traktor volt az előbb nálunk, ez hogy került ide? Na mindegy. Nincs kérdésem. Na figyeljetek, mindjárt mondom, hogy mire jutottam. Mindig nagyon... nem tudom, nekem van egy ilyen fétisem, hogy ezeket a tükröződéseket mindig nézem. És azt veszem észre, nézzétek meg, hogy nem statikus tükröződések vannak, hanem konkrétan... ott az oszlop. A motorháztetőt, ha figyelitek, akkor konkrétan tényleg a valós tükröződések vannak, ami szerintem tök jó. Hát a tükrök minősége az még mindig nagyon ócsvar. Ilyen jó. Oké, nem kötök ebbe bele. De ott például látni szembe a traktort, vagy a kombányt tükröződik. Ez tök jó, ott. Most azt néztem meg. Ja, annyira voltam kíváncsi tényleg, hogy ezek a tükröződések, ezek statikusak-e, vagy pedig real-time számolja őket az engine, de úgy látom, hogy egész jó. Egész jó. To empty the tank of your harvester. Jó, odaállok. Megyek én, Tata. Szavasz öreg, bizonyság van a helyzet. Passza minden. Mit csináljak? Mit szeretnél? Ami van, én állok? Ja, ami van, én álltom. Azaz. Várjunk, amíg kiürül. Szuper. Na, utána meg majd átnézzük a dolgokat, meg elkezdünk gazdálkodni azért okosba. Hogy valamit termeljünk is. You can either this load I promised he's already waiting. So all you got to do is drive. Jó. Now. El kell adnunk, van nálunk 3000 liter búza. Ó. Ez jól néz ki, nézzétek meg milyen jó a textúrája. Meg ráadásul olyan. Hát igen, ez így belelátunk, jó.
De maga a textúrája olyan, mint hogy valóban így látszanának a búzaszemek, ilyen érdesnek tűnik, főleg így messziről. És kis sejmes fénybe. De ezt a szalmát akartam megnézni, ja, nem mondjuk így közelről elég jól látszanak ezek a szalmaszálak. Jó, oké. Maga az egész grafika egy kicsit ilyen smooth, ilyen, hogy van a smooth? Hogy nevezik? Nézzük egy térképet, gyerekek, kéne nézni egy térképet, vagy a 9-es gomb. Aha, jó, akkor tudom, hogy mert fog vagyunk. Milyen jó színes a térkép, ez tök tetszik. Oda kell mennünk, mi meg itt jövünk. Hát akkor itt föl kéne menni erre az útra. És ki akkor teljesen, és akkor jobbra. Jobbra a másodiknál. Oké, egy kicsit beledurrantunk. Szépek az árnyékok is. Azok is... Nagyon sokszor fogom mondani ezt a kifejezést, hogy smooth. Ez a... Hogy nevezik? Mi az magyarul? Ja, kéne nekem egy térkép. Várj egy pillanat. Itt jobbra kell mennünk, és utána a legvégén jobbra megint. Nagyon ilyen... Hú, basszus, nem jut eszembe ez a szó. Nagyon ilyen, ja, valószínű, hogy van vonat. Nyilván van, minden egy részben volt, már nem is tudom. Talán meg a 17-be debütált a vonat, ugye először. A... Nagyon lágy. Nagyon lágyak a fények, meg az árnyékok. Ugye nem azok a nagyon éles szélű árnyékok, azok mindig csúnyák szoktak lenni. Az nagyon ritka. Ó, és milyen szépen tükröződik a hátsó sárvédő. Bal hátsó sárvédő. Konkrétan látod benne a kabinnak az oszlopait. Szép, jó. És így is. Aha, figyelj, látod benne. Látod, ott van a pilóta benne. Traktoros. Látod, ott vagyunk benne. Ah, jó. Tetszik? Frances sem bele tetszik, nem tudok semmi rosszat mondani, gyerekek. Na jó, van, kicsit megküldjük neki. És itt rotyogjon. Mind a bableves, gyerekek. 40-ne tud ez haladni. És itt kell elmennem jobbra. Hát egy stop tábla volt. Engedjük el az ilyen apróságokat. Gyönyörködjünk inkább. Azért nem szeretek gyorsan menni, mert nem tudok gyönyörködni az egészbe. Tudjátok, még mi lenne egy ilyen... és ez is egy olyan apróság lenne, amit nem is tudatosodik benned szinte, mégis ugye nagyon sokat dobna. Például, hogyha fékeznél egy nagyot, akkor így megmozdulna a rakovágy. Ez tök tetszene, hogy így odébb csúszna egy kicsit a platón. Tehát jó, ne legyünk terhetetlenek, szerintem rajt jól néz ki egyébként a játék. És nagyon-nagyon jól fut! Mi ez? Mi ez, hogy ennyire jól fut? Szerintem a Farming 22 az nem tudom, az körülbelül ilyen szinten futott. Jó, mondjuk akkor még a másik videókártyám volt. Nem, mert ezzel a videókártyával is próbáltam, és... Mert egyébként nincs egy horribilisan nagy gépem, és gyerekek, ez Ultrán 1080p-be csodálatos minőségbe fut. Na jó, ide kell válni. Itt az öreg már, hogy ki? Azt hittem, itt az öreg. Nem hiszem el. Itt az öreg. Csillójába eltávolhatjuk, később eladhatjuk, de most térjünk a tárgyra. Vezesd a pótkocsit, igen, ki kell rakodnom. Jók a hangok is egyébként, nagyon tetszik. Kíváncsi leszek, milyen lesz, hogyha esik a hó. Azt mondják, hogy a hónak nagyon drasztikus a fizikája, tök jól le lehet taposni. Lehet, hogy nem egy Red Dead Redemption-ös minőség lesz, de azért ilyeneknek körülünk. Lerakás, I betű. Erre ránézek. Ja, hát... Majdnem jó helyre folyik. Ne kukacoskodjunk! Milyen jó zúg a pótkocsi, ahogy tényleg leesik. Ja. Jó, rotyog a gép, mit kell csinálni? Vezessük gazdasághoz, találkozzá öreg apáddal. Menjünk annak. Durrantunk neki egy országot 9-et, oda nézzetek, az egy Tesla? Nem mondod, hogy ott az egy Tesla, nem? Itt a jobb oldali sárga az egy Tesla volt. Hát mondjuk 2025-ben valaminek kell lennie. Tetszik, tényleg. Olyan kis kellemes.
Kíváncsi vagyok, hogyha lemossuk. Jó. Meg milyen szép részletes minden. Jó, gyerekek, azért fejlődik az a játék. Igen, lehet mondani azt, hogy ha 22-höz képest mi fejlődött, akkor eddig, amit látok, a látvány az fejlődött. Nekem sokkal jobban tetszik. Sokkal lágyabb minden. Hogy ne a smoothot mondogassam mindig. Sokkal lágyabb az egész. Nagyon tetszenek ezek az atmoszférikus effektek, ugye a költ, amit eddig csak köröt láttunk, valószínűleg az időjárás effektekben lesz több is, ami jól fog kinézni. Erre mentünk, ugye? És meg nem recsen meg a játék még egyszer se. Hát én ezt nem hiszem el. Én féltem egy kicsit, mert tényleg nincs nagy gépem. Egy Ryzen 5-öm 2000, Ryzen 5 2600-on mond talán. Azt hiszem, hogy remélem, hogy jól mondom. Meg egy GTX 1080 Ti. Ennyi, ez a számítógép. Most hova megy a képerbe? Ez megy, de világtól a röcsém. Hova kell menni? Itt követi balra, aztán be kell menni. Jó, erre jövök, jó van. Ah! Rohadt jó hangja van a gépeknek, remélem, hogy valamennyire azért halljátok. Nagyon rotyog, nagyon rotyog. Legalábbis ez a gép, ez nagyon-nagyon jó. Na, most hova kell menni? Ez a rektor? És már végre ki lehet szárja a gép, mi? Nem lehet, hogy itt lett csak. Nagyon jó hangja van. Gusztusos, gusztusos. Ó, milyen jó. Milyen jó megállt. Na, be se lehet szállni. Ilyenkor nagyon-nagyon... Meg azt nagyon tetszik, hogy így... hogy lépsz. Kicsit tovább mozdul, tudod? De épp, hogy csak egy finom hangyányit, hogy nem az van, hogy ilyen nagyon szögletes a mozgás, hanem ez is smooth! Hát tényleg. Na jó. Szevasz öreg, mi a helyzet? Beszélsz másokkal a farmon és a térkép meghatározott pontjain. Nyomd meg a... Ja, igen. R. Visszajöttél pompás. Attól tartottam, hogy csatlakozol az apádhoz. Nos, hol is tartottunk? Legfontosabb dolgokat már láttad a területen, mindig van mit tenni, például terméshozamot javítani, meszezés, trágyázás, gyomlálás. Ezekhez speciális berendezésekre van szükség, a következő dolog az, hogy kicsit érezd, aha. Magadra hagylak, hogy kipróbálhass néhány dolgot. Jó. Itt leszek, bármire szükséged lesz. You can also ask Ben. Megkérdezheted Bent is. He has been one of my most trusted helpers and he will gladly explain. Now, get the farm dung heap in deep. You'll do this farm. Oh, nagyon jó. Akkor elvileg ide jövök. Én azt tudok beszélni bármikor. Annyira jó, tök tetsz. Örülök, hogy jól fut. Nagyon féltem tőle. És ez tényleg nem rajkodás, mert nincs jó gépem. Nincs olyan gépem, hogy ilyen nagyon epic jó legyen, de én örülök neki, hogy az én kotla gépemen is még tök jól fut. Hibátlanul futna. Igen, és van valami Ben is. Elvileg akkor ide jövök, akkor bármikor beszéljetek Tatával, ez öreggel, és nekiállott, hogy most már mit csináljunk gyerekek ilyenkor, aztán elengedték a kezünket a legnagyobb félelmünk is egybe, várjátok. Tudunk futni. Uh-huh. Várjál, külső rézet. És nem is kell futni, mert tök kellemes ez a mozgás, tök jó. Így is kocog, igen. Vannak valami állataink is. Nagyon körül akarok nézni. Kukucs? Várjatok, nézzük körül. Mi, várjál. Nézzük el ilyenkor bal oldalt fel mindig azt. Mi jött be? Kapu bezárása. Be tudjuk zárni a kaput, tök jó. Oké. Akkor lehet, hogy ezt is ki lehetett volna nyitni. Aha, ajtónyitás. Jaj, de kellemes. Jó. Fészerfények bekapcsolása R. Hú, de jó. Föl lehet kapcsolni világ. Mivel itt az éjszakák azok hatványozottan sötétek lesznek. Itt ezt a gombot kell megnyomni? Hát ez nagyon jó. Imádom. Vannak méheink, hát itt van minden búcsóban. Egy kicsit bőségzavara is van, úgy látom. Itt mi van? Ott ment a vonat. Itt valami építkezés van. Itt valamit kell hozni. Mert a méhek azok konkrétan ide termelnek, gondolom.
Jó, van, majd mindjárt rájövünk mindenre. Kíváncsi vagyok, milyen újdonságok vannak. Tudom. Keeper neki jár úgy játszani, azt se tudja, mi van. Ott mi van? Ott is van valami ikon. Ez mi? Ez ki? Ruhatár, jajajaj, itt át lehet öltözni. Itt van, itt lógnak a izeink, a gatyáink, meg minden. Jó. Nézzük meg a gépeket, jó? Nézzük már meg a gépeket, milyen gépek vannak. Vezethető járművek. Kis traktorok, ne arra ugyatok, végig köböggészte, jó? Megnézzük, hogy mik vannak itt. Van egy pici landing. Ajjajajajajajaj. Ezeket meg kéne nézni, hogy ezek hogy néznek ki. Dök jó kis hangárban van. Jó. Jó. Itt van, hány lóerő, kéziváltó. Mi a 80 kiló? 3,6 tonna. Aha, jó. Oké. Okay. Jó, ragudjál, mi az? Ja, ne! Jóó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 
És ott van 80 kiló a kapacitása, talán remélem, hogy jól mondom. Vagy... valószínűleg. Tök jó. Vannak itt érdekes dolgok. Egyébként egy rövid leírást. Én hiányolnék. Nem egy nagy munka lenne most már. Főleg minden, meg ezek licenszert gépek. Ugye, hogy a gyártótól lenne, kaptának ugye a Giants-esek, és akkor lenne egy ilyen rövid leírás, hogy mit tudom, mikor fejlesztették ki ezt a gépet, és akkor milyen célra használják, mit tudom, mik az érdekességei. Szerintem egy ilyen rövid leírás, az tök jó lenne, egy ilyen enciklopédia-szerűen, egy ilyen traktor-ciklopédia-szerűen, nem? Az tök adná. Vannak itt minden is. Mi az, hogy 28 liter def? Úristen, mik ezek valami alternatív meghajtással rendelkező. Ez valami szőlőművelésre gondolom, vagy valami ilyesmi. Nézzük, meg kell nézni őket. 90 lovas. Jaj, de jó, ez a klassz. Gyerekek, hát igen. Van neki csodálatos dolog. Csodálatos fent, 300. 113 lóerejével. Ó, vannak kis klasszikok is, úgy látom azért. Kerültek ide dolgok. Jön meg ugye, mit tudom én, mikor gyártották. Ilyenek tök érdekesek lennének szerintem a játék szempontjából. Meg én tök elolvasgatnám ilyen 500-as fent, 150 valamány ezer. Mennyi pénzünk van? 100, 2000 egyébként. Meg kéne nézni, hogy mink van. Vagy milyen. Nekünk mink van. Azok voltak a kis traktorok, ugye a DOC, csak 103 a DOC, és 143 lóerő. Jaj, de jó. Na várjatok, megyünk vissza, ne haragudjatok, én meg akarom nézni ezeket. Jó, vannak itt ilyen klasszik sitek is egyébként. De tényleg egy olyan... van white van. Zetor. Egyébként én mindig várom azt. Hogy jó, ugye, tudom, ott vannak a modok, de hogy a modokon kívül bekerüljenek klasszik márkák. És klasszik traktorok, jó, tudom, mindenki azt mondja, hogy MTZ, mert minek az MTZ, de ilyenek például, vannak tök jó klasszik dögök. Tetszenek. DOC. Oké, ennyi volt a közepes, nézzük a nagy traktorokat. Valtra? Volt a Valtra az éve? 22-be? De jó néz ki, gyerekek. Van itt a faluban egy Valtra, gyönyörű. Opp, és milyen jó kis színek vannak, várjál. Ó, és az alapszín... Ez ilyen arany. Jó. Beltér rendezés. 1-es, 2-es, figyeld. Még a belső is változtatható. Nagyon jó. Kicsi nagy fent. 60-nal tud menni, jaj de jó. Felni szín. Ezért nem tudod változtatni. Jó, vannak itt tök jó feature-ök.
Megjöttek a izék, nagy vasak, mi, gyerekek? 583 lóerővel. Hernyótalp, mondom, mit lehet változtatni? Széles hernyótalp, ennyi. Ez jó. Motorbeállítás. Vagy ez volt a legkisebb motor, két motor opció van. A másik az 653 ló. Hát meg itt van a... Itt is van egy kicsike. 778 lóerővel. Na jó. Ezt se tudjuk képzelni, mennyi egyébként traktorba kb. Jó, mi van? Terrautókban milyen lehetőség van? Oké, nem fog... Aj, de jó ez a gép, gyerekek. Azt a bicsoda klasszik dög. Aj. Hát menj a fenébe, ez jó. Meg. Jaj, végre nem a kamionok között is, ugye nem csak az a Lizard van, hanem most van, vannak ilyen tök jó. Ott a Volvo, itt is van egy Meg. Volvo faszállító. Autók. Ó. Jaj, a motor, a cross motor, ezt ki kell próbálni, gyerekek. Ez nagy izé volt, nagy hype volt körülött, és hol ilyet láttam. Ó, rendszámtáblát tudod választani, ne vicceljék, hiper 07-et be tudnád rakni. Jó, 15 lower, hát ezt már veszem is meg, bárja, mi ez tervezés? Jó, az. Hogy kell vásárlás? Oké. Okay. Bocs, hogy tegélyre szórakozok, de... És... Jaj, de jó, ilyen tuk-tuk-szerű valamicsoda. Ez gondolom a kínai pálya miatt. És valami, én voltam a hülye? Ja. Jó. Nincsen. Azt hiszem, hogy van valami komplexebb leírás, csak én nem vettem észre, de... Rakodók között mi van? Hát, egyébként... Jó. Ez valaki szereti ezt a rakodót egyébként? Én annyira ellene vagyok. Teleszkópusok között már van fent, minden van. Igen. Vanitú, elengedhetetlen. Kerekes rakodók, GCB, Volvo. Három darab. Oké. Okay. Kompakt rakodók. Targoncák. Jó. Szokásos. Pótkocsik. Mondhatni szokásos, ugye? Az igen. Gyerekek, itt nem kispályáztak, hallod? Azért van... Azt a bőtjár, ez izé gyárilag beletették. Az igen. Gratulálok. 141 köbméter cucc fér bele. Az igen. Ezek nem kispályáztak, hallod? Mondjuk oda lehet, hogy kell egy nagy gép. Sajnak a dolg. Gépet szállítani. Félpótkocsik. Vannak itt... Ó, vannak itt jó dolgok, gyerekek. Ekék. Nem vitték túlzásba. Nem szeret senki szántani ebbe a játékba, szerintem. Talajlazítók. Jó, ezeket agyagolom egy kicsit. Érdekes, talajlazítók és talajlazítók. Most erre rá kell néznem. Ugye, hogy? Múcskészítők. Kőszedő. Magvető. Vetőgépekben mi van? Valami horribilisan nagy? Vannak itt azért, ja. Ültetőgépek. Magtartály. Magok. Ja, így lehet venni, oké. Okay. Permetezők. Ő is itt van. Jó. Trágyaszórók. Jó, hát jönnek a modok, majd azt tele leszünk minden is, gyerekek. Felhasználható. Aha. Oké, okay. Gyomjátó. Gyomlálók. Hengerek. Betakarító gépek. Igen. Ez van nekünk ugye egy darab belőle. Ez konkrétan az ilyen legkisebb. Hát vannak nagy gépek. Na tényleg úgyis a modokkal fog ez igazán működni ez a játék. Akkor fog kiteljesedni, úgymond. Koszálók, szénaforgatók. Biztos lesz olyan, amit nem néztem meg, és akkor mondjátok, hogy hát jó lenne volna. Mi a rák?
Ma! Kell ilyet rakni a izébe, a bálázóba már, az ilyen fogyó, vannak ilyen fogyó eszközök? Ez olyan komoly. Ez tök érdekes. Szillázsadalék. Úristen, ilyen kell. Szarok neki be ezzel. Vannak itt akkor játék mechanika beli változások is azért, vagy pedig ilyen nekem került el az figyelmet előtt. Burgonya. Spenót betakarítógépek. Na ugye, hát ebben nem sok van. Zöldbab betakarítógépek. Rizsültetők. Hát igen, ezek nagyon sok minden nem került be. Jó. Nyopott szállítás. Mi jó? Oliva, szőlő. Egyébként egy csomó féleképpen tudsz már azért, hogy mondjam, hogy mondják azt a szót, szeparálódni, vagy így el tudsz egy külön ágat kezdeni, hogy szőlőt esetleg, vagy olivát, már mindenféle opció is van. Na erdészet, erre azért kíváncsi voltunk, azt a bőtyhár úristen, itt hallod a John Deere, azért ez adja, na ez tetszik. Komacsú, azt a gyerekek, de jó! Ezek a... Vannak itt nagyon jó gépek. Forwarder, oda nézzé testvérem az úrba. De gratulálok. Egy kis LKT++ verzió, ugye? Markológépek. Erdészeti munkákhoz. Ja, hát itt az már nagy üzembe kéne nyomni hozzá. Kotróeszközök. Szélek kontrolleszközöknek nem elég? Ha, jó. Jó. Faszállítás, ez nagyon érdekel minket. Mit csináljunk gyerekek? Faszuski a kis bokrok, ha a bokrok is eltávolíthatók akkor ezek szerint. És lehet, hogy aztán hogy azt mondjátok, hogy faceplam, kipör ezt nem tudtad. Azért gratulálok, itt azért vannak érdekes dolgok, mi? Különféle elrészeti munkákhoz használhatóak. Súlyok, futószalagrendszerek, de el is felejtettem, hogy vannak futószalagrendszerek. Csomó minden szerintem nem használ az ember. Igen, van sószoró, meg van ilyen hómaró, még hómaró is. Egyébbe. Dolly, folyadékszállító, jó. Tárgyak, nagyzsákok, raklapok, bálák. Oké, okay. Lehet még bálát is megveheted. Láncfűrészek. Tök jó, nagyon jó. Mi ez, jelölő spré? Spré a fák megjelöléséhez, ne szórakozzál, bazze. Hallod, ezzel egy graffitit felgyabunk, egy rózsaszín graffitit a falra. Mindjárt, veszek egyet, ne szórakozz. És ez hogy kerül, hova kerül? Kézi eszköz. Nem hiszem el. Jelölő spray. Egyéb kategória. Ez mi? Jó, gyerekek, ezt tudom. Ez egy ilyen kézi fűnyíró. Ugye úgy működik, hogy gyakorlatilag, mint egy ilyen rotokapa, csak ilyen böszme nagy verzióban. Ilyen nagyon tüskés kerekei vannak. Nagyon meredek oldalakat szoktak bele. Leók lecsutakulása. Az jó van, szerintem körbeértünk. Várjál már, csomagok. Ja, itt... Itt egyben vannak dolgok. Használt járművek értékesítése. Ez többit jó lesz nekem, úgy érzem. Veszünk egy ilyen meket, azt kiröntsük a fákat. Mondok is DLC-k. Igen. Ez a McDon pack. Ami ebben van. És itt meg állatkereskedő... Nagyszerű. Opa, nem akartam kilépni. Ruhadár, építkezés, jó. Szarvasmarhák, állatok ugye, lovak, sertések, jó, elvileg van most már bölény.
Csak lehet, hogy nem itt. Kerítések, fények, egyebek. Ez ilyen dekorációk is, gondolom. Ebben sok újdonság nincs. Talaj, ugye, domborzat módosítás, ez is egy nagyon jó dolog. Na, gyerekek, hát mit csináljunk, bassza? Nagyon kíváncsi... Beszéljünk közül reggel? Kíváncsi vagyok, hogy mit mond. Mi a helyzet, kölyök? Ki tud itt nekem segíteni? Beszélgessünk, na várj, ezt kíváncsi vagyok. Vannak mezőgazdasági eltartás és erészeti szakértőink, mi van szükség segítségre? Figyeljetek, inkább lehet, hogy körülnézünk. Várjátok, hol a cross mataram, mare? Hát ez meg a boltba. Hát most tabolok egyet, pedig nem szívesen szoktam tabolgatni. Ösztö. És ez nem rossz. Kíváncsi vagyok, milyen fizikája van. Hát ezzel menni kell egyet. Ezzel körül tudunk nézni, esetleg nézzük NPC-ket, vagy esetleg találunk-e. Figyeljetek, meg kellene nézni, vannak ilyen különböző jelölések. Kékek, sárgák, ilyesmik. Mondjuk egyenlőre megnézhetném magát a mapot, hogy látom, a kék akkor az valami üzemanyag akar lenni, vagy én vagyok a hülye. Nem lehet kikapni egy kerékre, vagy valami csoda? Gépi segítő aktiválása, mondjuk ez kemény benne. Sebességmódosítása 2-es és 1-es. Megyünk egy kör, gyerekek. Kimegyünk valami ízére, földre, szétrugassuk a talajt. Íh, gyerekek! Hát jó, hát ez mondjuk érdekes volt. Jó, hát a fizikát azt el lehet felejteni, úgy látom, de mondjuk önmagában nem olyan rossz a cucc. De egyébként A-ból B-be eljutni, ennyi, ilyen tök olcsó, most szerintem teljesen jó. Na nézzük meg ezt a videót. Figyeljetek, nézzük már meg a térképet, vagy valami, csak hol van itt a térkép, gyerekek? Tartalom mentése, jó, hát valahol biztos van egy térképünk is. Nézz, ó, szép kis ikonjaink vannak. Siló, ja, itt van a izvénk. Sajnálatos, ott az öreg, ugye? Akkor elvileg ilyen sárgán jelöli az NPC-ket. Van nekünk itt egy bedünk. Ugrás erre a helyre. Hát hello Ben. Oh, te jó. Nagyon jól néznek ki ezek a mapok. Lehet, hogy be fogunk nézni még a kelet-európai mapra is. Még most. Ebbe a videóba. Beszélek Bennel, hogy ő mit tud nekem mondani. Szevasz Ben! Mi újság van? Helper B. Ne beszélj, csak segíts! Terményekkel kapcsolatban segítségem szükségem. Területi munkával kapcsolatban. Jó. Nem akarok segítséget kérni. Megnézzük, hogy milyen NPC-k vannak. Még meg ilyesmi. Erre vagyok kíváncsi leginkább. Ez micsoda? Kotróhajó. Kotróhajó. Hát ezt meg kell nézni. Gyerekek, nézzük ma meg. Ó. Oh. Körül kell nézni egy picit, gyerekek. Azt a betyár, bázze. Oh. Na, erről beszéltem, ilyenekkel meg lehet venni azért a képört, hallod röggelire. Amikor a vízfodrozódik, nem? Körülöttünk. Mire tudja az? Várjátok egy külső életbe, egy ugrunk egy fejest. Ne! Hát hogyan úszik, bázze, úszás animáció? Hülye vagy? És milyen ugrik? Gyors úszás, minden van. Gyerekek! Le vagyok nyűgözve. Ki tud itt jönni? Rohadtul nem. Ez bánom egyébként. És itt van egy olyan hajó, amelyik ugye a torpedóba egy kockát foglal csak. Édes Isten. Itt valahol megpróbálok kijönni. Hát nem fogok tudni. Kicsit körül akarok futni, gyerekek. Úgy látom, ez a kontrollhajó itt valamilyen nyersanyagot tudsz ugye szörözni. Meg ide lehet, hogy lehet hozni dolgokat. Hát ez marha jó. Nagyon tetszik, hogy nem csak mezőgazdasággal tudsz foglalkozni, hanem mással is. Ó, milyen jó föl lehet jönni.
Aha, és itt ide töltené be. Ez tök jó, meg van csinálva, ez tetszik. Hát ez jó. És hogy ugrik, ez vicces. Ez a külső rézet, ezzel engem megvettek kilóra, hallod? Na várjál, még egy térkép nézegetés lesz, jó? Ja, itt a mi, itt, ja, a messzet itt tudod vételezni, hát. Így cementgyár, tök jó. Mindjárt még egy-két ilyen helyet, én nagyon kíváncsi vagyok, meg akarok nézni, hogy miket lehet találni. Pékség, nyilván az ugye volt már a 22-ben is nekünk. Kocsikészítő. Mert ezt gondolom lehet, hogy fát kell oda vinni, vagy valami csoda. Ez, hogy vásárlás meg tudjuk venni. Itt is van egy NPC, David. Nézzük meg az NPC-t, Davidet. Egyébként olyan jó, hogy vannak NPC-k. Egy kicsit ilyen... Hey there, neighbor, if it is... I'm David. Call me Dave if you want to. Don't have to. Most költöztem be. Majdnem két éve érkeztem, úgyhogy a helyiek szemében még mindig újonc vagyok, és valószínűleg még sokáig az is maradok. És ezért csak beszélgetni lehet, vagy valami feladatod, vagy mi van? If I don't, I'm busy. But that doesn't mean I don't love you anymore. Got it? Already do. Jó, és most akkor mit... Mesélj magadról, mi a helyzet, mennem kell. Mondani tanácsodok? Tök jó, ilyen jó tanács. Gondolom, ilyen általános dolgokat esetleg itt puffogtatna. Oké. Tök olyan furán érzésem, amit hogyha ilyen rendes élőkörnyezetben lennék. Nagyon nem volt. Ez mi ez, gyerekek? Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez körülbelül úgy vágták le, vagy valami célja annak a dolognak? Hát ez mi ez? Itt meg mi ez? Piac van? Nekem nem lehet beszélni, de viszont tök jó, hogy vannak ilyen élő dolgok. Gyerekek, itt valami ízai van, valami mezőgazdasági, lehet, hogy itt vannak ilyen vásárok. Már mindjárt megnézem, mi van a környéken. Mit lehet? Termelői piac. Tudta David. Itt is van egy mészállomás. Erre viszont kíváncsi vagyok, hogy ezt a napraforgó gyakorlatilag úgy van levágva, hogy ilyen nagyon extrém, és valószínűleg mondjuk a kapun is közlekedhetnek, nem igaz? Virágok. Tök autentikus, tök ilyen érdekes. Várjál, nem jót nyomtam. Ó, a jelölőspray, azt mindenképpen ki kell próbálni, gyerekek. Ez jó. This way. Ez egy ilyen... ez mekkora ötlet, ez olyan aranyos. Ez nekem nagyon tetszik, nagyon aranyos. Mekkora cuki, tök jó. Ez egy jó, ez jó. Ezek jó dolgok. Ezek nagyon jó dolgok, én ennek nagyon örülök. Flowers. Hát, ez ilyen nagyon aranyos, ez ilyen nagyon hangulatos. Ugye ez az Amcsi map, úgyhogy valószínűleg, hogy Amerikában nagyon bolondok és csinálnak ilyeneket. Vannak ilyen termelői piac, meg vannak ilyen különböző ilyen, hát ilyen festival feeling. Tök jó. Szép ez a map, tetszik gyerekek. Tök jó. Élethű. Viszont még nézek egy-két dolgot rajt, hát hogyha találunk valami érdekességet. És nem állunk neki termelni lehet, hanem megnézzük akkor inkább a másik kettő mapot is. Jó, srácok? A kínait. Valami sárba dagonyázás mindenképp jó lenne. Még van ötletem, hogy mi az, amit szeretnék. Papírgyár. Tök jó ezek, hogy itt kívül vannak. Gamona elevált. Múzeum! Hát ezt meg kell nézni, hogy milyen múzeum lehet. Azt, ez egy múzeum? Hát ez nem egy múzeum, ez egy rom, nem? Ez tényleg vannak gyűjthető tárgyak? Ugye nagyon sok farming szimulátorban konkrétan voltak, ilyen aranyrög, mindenféle csoda dolog. Hát ez szerintem inkább egy épülő múzeum, nem tudom, vagy pedig nagyon le van lagva. Hát ez tök jó. Feelinges. Nagyon feeling ez a map.
Gabon muszáj terminál, gondolom ott lehet valamit eladni, vagy hát Isten tudja. Bönzinkút. Kötélkészítő. Játszóteres hajó. Játszóteres csarnok. Ó, hát itt meg középen már meg nem néztem körül. Ez mi? Ott a megálló. Vonat bérlés. Raktár. Egy nagyon feeling. Egyébként, hogy ilyen szépen fut, ez tényleg nagyon-nagyon boldog vagyok tőle. A... Okay. Jó. Ez tök jó a domborzat, hogy itt ilyen lefele vész. Tetszik. Tetszik, ilyen apró dolgok engem nagyon le tudnak nyugodni, hogy hangulatos, jó, érdekes a map. Meg ilyen random NPC-k vannak erre-arra, amik igazából lehet, hogy annyira statikusak, mint egy darab fa. De ugye mégis valahol így élvezett, hogy hát ott, ja. De jó lett volna bejönni, itt gondolom mindenki megpróbálja. Milyen öreg? Ide leülök egyet, mindjárt hallod el. Ja, még a kocsikat nem néztük meg, hogy vannak, de hát még bőven lesz rá lehetőségük. Tök jó, hogy lézengenek, nem csak egy ilyen... azt a betyel, meg... megjött a Mari! Hát micsoda íze... Azt az anyád, a szarcol is szép lesz, hogy se beveszlek feleségük. Hát meg vagy egy kicsit viselve. Ne! Reagált rám! Ájá! Hogyan nézzél? Meg milyen jó, meg ki van dolgozva. Cipő. Izéggatya. Tevepatta nincs. Jó van, na nem zaklatlak, he! Olyan a csöcsöd, mint a izé, mint a félig teljes zocskó. Ja. Nem, azért annyira nem rossz. Felaga egy kicsit meg van éperedve. Jó van, várjátok. Ezt meg akarom nézni, hogy ez mit csinál. Gondolom van egy bizonyos kijelölt út, ami lefel járkálnak. De... Ja. Ez egy Skoda. Hé! Hey. De ez egy Skoda? Mi a lelicenszelték a Skodát? Nem hiszem el, bazze. Hú, nagyon. Ez a farming azért... fejlődőképes, úgy érzem. Úgy érzem fejlődők, és nagyon így flangálok, tényleg egy kicsit olyan érzésem van most ebben a farmingban, mint hogyha valóban egy ilyen... Ó. Jó fasz. Ki a bolt, mert itt a bolt, innen vittük a izét? Szajrét? Hát ez tök jó. Tök jó, hogy izé, hogy... látni benne embereket. Kicsit úgy érzem magam, mint hogyha tényleg ilyen, egy ilyen városban flangálnak, mint egy GTA-szerű városban. És ezt igazából még nem éreztem Farming Simulatorban, hogy így szeretnék körülnézni, így szeretnék benézni a helyekre, hogy milyen érdekes dolgok vannak. Nagyon jól össze van rakva ez a map. Jó, bazd, széthypolom ezt a játékot, hát én nagyon nem akartam ám. Egyébként ez tudja, hogy egy Tesla, nem? Nem, ez nem egy Tesla. Ez is Skoda. Ilyen résnyire nyitott ajtók, ez icipici, apró dolgok, ez olyan, mint amikor főzöl, és raksz egy kis sót, raksz egy kis borsot, amik önmagukban nem dominánsak, nem veszed észre őket az ételbe, de mégis így rengeteget dobnak az összhatáson, értitek? Ezek a fák itt, ez is... Amikor játszasz, akkor nem lesz tudatos, de mégis komplexitáshoz, a komplex élményhez ugye rengeteget adnak. A hangok, a békák itt tretyegnek. Ott megy egy uszály, menj anyádba, nagyon jó. Hallod, én ráugrok arra az uszályra. Na, jól néz ki gyerekek, tetszik. Vagy ezek vannak jelölve a térképen, vagy valami nincs jelölve? Hát lehet, hogy azt nem lehet ráugrani, hanem így konkrétan átesünk rajta, nem fizikailag nem merek izére ugrani, mert leesek. Meg ez a külső rézet, ez nagyon baba. Jó. Jó, úgy gyerekek. Élem. Na, mondjuk kicsit olyan vagyok, mint egy ilyen Freddy Krueger, egy sorozatgyilkos. Kb. A fejünk van, nem tudom, ez hogy sikerült összehozni. Mindjárt azt az úszályt megnézzük, hogy van-e benne NPC, embervezet, ilyesmi. Hát ez jó. Jó. Az a baj, hogy nagyon le vagyok nyűgözve. Ilyenkor mindig van egy ilyen érzésem, hogy hoppá, most aztán nem fog össze. Azért erre rá lehetett ugrani. Ennek ez rendesen fizikája van. És van már ember. Ne örítsél meg. Várja. Ajjaj, itt már bajok vannak.
Jaj! Na jó, van egy Age of Stable. Van egy erre már nem fog szalni. Nyomjunk egy tabot. El is felejtem, hogy nyomatok tabot. Tiszta, hogy GTA feelingem volt be az a gyerekek. Egy ilyen ugratás kellene, nem? Már nagyon jó. Jó érzés. Azt a betyár, hát ez igen. Tök jót ugrattam volna, hogyha nem jön az valami. Ugye itt próbálok egyet ugratni, vagy valami. Hát nem hiszem el, hogy ugratni akar. Nem, hogy gazdálkodna a Keeper. De milyen hülyeségeket csinál. Jó, hát kicsit furcsa, igen, a irányítás. Nem ehhez... ezt akarta megnézni, ezt a nagy tornyot egyébként. Ez egy nagy víztorony. De jó. És itt lehet vizet verni. Tök jó, hogy funkciói vannak az épületeknek. Szuper, és ez megint valami. Aha. Pékséget megvehetjük. Jó, gyerekek, nézzük meg a másik mapot is, amondó vagyok. Várjatok, nem. Még valamit meg akartam nézni. Nagyon nem ezt a gombot kéne nyomogatni. Jaj, ma 360-as szép kis pörgetésünk. Érdekel az időjárás, nagyon érdekel a fények, nagyon érdekelnek. Valószínűleg az időjárást azt nem fogunk elkapni egy esőt ilyen hamar. Mondjuk megnézhetném, de érdekel egy csomó minden. Gyerekek, vannak jó kis bérmunkáink is, azt is megpróbálhatnánk egyébként. Mit kell csinálni? Bála csomagolás, jaj de jó gyerekek, egy kis bérmunkával kellene lehet kezdeni. Akkor azért így belerázódnánk. Faszállítás! Faszállítás és ilyen munka. Hú, de tetszik. Na jó, megnézzük az éjszakát, nagyon kíváncsi vagyok rá. Figyeljetek, menjünk mondjuk a cross motorra, és nézzük egy térképet. Jó dolgok vannak itt. Itt van ugye, aha. És a bánítás. Izét akartam megnézni, ott vagyunk. Nem ugrás. Hely megjelölése. Esik az eső! Várjatok! Nézzünk egy ilyen időt, hogy egy ilyen este, egy alkony. Kis világítás. Kis belső rélet. Tök jó, hogy csak a pászta látszik. Vagy a pászta... azt a betyár. Gyerekek, ez... Még az esőcsöppek egy kicsit érdekesek, megmondom őszintén. Én meg is van jelölve, jó, arra kéne mennem. Még az esőcsöppek kicsit ilyen jégeső beütése van, vagy nem tudom, hogy jégeső esik? Hogy mi ez? Minek számít esőnek? Hát igen, van, ott itt egy bukta. Jó, most a motor fizikáját ott tekintsünk el, mert tényleg nem erre kellene épülnie a játéknak. Mindjárt még belepörgetek az időbe, csak menjünk vissza. Még ide lerakjuk. Hangulatos. Mindjárt még egy picit pergetünk az időbe, aztán meglássuk, hogy milyen az éjszaka. Kíváncsi vagyok, mondjuk egy éjfélig elpörgetjük az időt. Nagyon-nagyon hype-olták, hogy ugye nagyon sötét az éjszaka, és hogy ez nagyon érdekes tud lenni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire. Pedig még egyáltalán nem sötét. Olyan képek voltak ugye kikerülve, hogy ilyen fújjan, nagyon epik fekete volt minden. Gyerekek. Jó, nem mondom azt, hogy...
Mert rossz, de mondjuk ez az nem rossz, nem olyan rossz. Az éjszakától elég távol van. Próbálunk egyet. Mondjuk ezek hangulatosak, ezek a kis fények itt. Zseblámpa, várjátok, hol van ez a jelölés, frame? Ja, hát ez valószínű, hogy csak fákat lehet vele. Ez mondjuk az én fám, és mit lehet rajta jelölni? Miért jó jelölni? Na, és meg is jelöltem, hallod? Ez mi volt? Mi volt ez az örgés? Tényleg kutya nincs. Kutya nincs. Nagy feature. Olyan annyira nem rossz. Egyel ütősebbre számítottam, megmondom őszintén. Viszont annyira nem rossz. Bár szerintem az eső az nem fogja befolyásolni, hogy mennyire süllyedünk be a földbe, vagy mennyire nem. Nem mondom, hogy rossz, ez egész. Jó, meg akarom nézni gyerekek, megnézzük még a kilépünk, igen. Megnézzük a kelet-európai mapot. Arra nagyon kíváncsi vagyok. Aztán várjuk egyébként a modern mapokat is hozzá. Valószínűleg, hogy a kelet-európai mapon csinálunk egy olyan karriert, amelyik azért egy hosszabb távú lesz. Kína nem annyira érdekel, megmondom őszintén. Lehet, hogy sajnálom, srácok, hogyha meg akarnátok nézni, de én valahogy nem vagyok oda érte, hogy most a kínai mapon akarjak játszani. Ez a kis kelet-európai falu, ez így jobban bejön. Ezt nem tudom, talán lengyelre gondolnék. Ezt tudom itten? Nem. Zielonka. Figyeljetek itt, lehet, hogy ezen elkezdünk akkor egy... Írjátok meg, hogy mit szeretnétek. Én mindenképpen ezen a kelet-európai mapon én erre mondanám azt, hogy nekem ez tetszene, hogy ezen kezdenénk egy gameplay sorozatot. Aztán tényleg írjátok meg, hogy mit gondoltok. Jó, ez igen, az jó kis vagyunk így. Ó, hát itt van mindjárt. Igen. Itt is van öregapánk, meg minden. Ott öregapánk, nem akarok semmit csinálni. Ha, hát ez a mindjárt a lepusztultabb környék, nekem jobban bejön a gyerekek. Ide már csak egy-két mod kéne, lehet azt egy pár olyan hamar modok lesznek, ugye itt tudnék izélni, ott tudok aludni. Hát ez nekem ez körülött ide. Tata, már egy beszélünk öregapánkkal, úgy látszik mindenhol van tutorial. De, ott van. Paint me green and call me a cucumber. Ja, nem. Megcsináltuk egyszer a tutoriát, úgy látom a következő földön már nem akarja. Nézzük már, hogy melyik földek a milyenkek. Milyenk a 46-os, ahol a kombány van, meg a 45-ös. Itt is gyorsan benézek, nem tudom, van város? Vagy ez ilyen teljesen vidéki terület? Hát, itt van valami, itt van, ja nem, itt falu van. Oda nézzetek, lehet, hogy gyors körülnézünk, valószínűleg gépek ugyanazok egyébként, nem, de ugyanazok. Jól néz ki maga a map, jó, tetszik az egész. Meg vagyok véve, az a baj, gyerekek, az a baj, meg vagyok néve. Ezt meg leakasszuk, aztán megyünk egy kör. Ez egy szántott terület? Jól látom. Ez egy szántott terület, jó. Keréknyomokkal meg vagyok véve, grafikával meg vagyok véve. Ennyi. Nem tudok rosszat mondani. Elmegyünk a izé fele. A faluba bemegyünk, körülnézek, kíváncsi vagyok, hogy mégis hogy van ez megoldva. A gyerekek! Az úton sétálnak a izék. Parasztok, úgyhogy jó helyen vagyunk. Kelet-Európa megérkeztünk. És mennyi ember van? Tök jó, várjátok, ember. Valamire kíváncsi vagyok, hogy így... Hát ez... Ah! Úristen, megállt! Attól féltem, hogy nem fog megállni aztán. Hát ez ott van a bolt szerintem. Maszt így rollin egyszer... Mit tudom, nem tudom, hogy csoda. A lakott területtábla. Hát, ez kell nekünk, gyerekek. Nagyon paraszt a vidék, nagyon paraszt.
Ekkora traktorra vagy a köcsém, az összes izé. Cigánylány ugrál be majd mindjárt kabinba, hallod? Rángassák a kelencset. Kelencset. Hú, de kéne ide egy MTZ, gyerekek? Hát, ez jó. Van templomocska is. Vagy ez valami mi? Románia? Vagy mi akar ez lenni? Micsoda izé? Ilyen nadrág szív porcelánok vannak végig a házak magát. Azokat megkövenni, aztán egybe szántani. A globalizáció nevébe. Jó dolgok vannak itt is. Főútvonal. CBA minden. Elég sok a interaktálható hely. Különböző üzletek. Itt van egy NPC például. Hogy hívják az NPC-t? Traktort itt hagyom. Hey, öcsém, hát ez valami nagy kocka lehet. CD-t tudsz írni? Hey there, neighbor. If it is... I'm David. Call me Dave if you want. De, ez a David. Don't have to. Jó van, nem érdekel a dubád. Nyírd le a füvet az udvarba, mert kapsz egy akkora pofot, leesik a szemüveged. Úgyhogy vigyázzál. Hát meg. Meg vagy tümmedve az Audit, David. Várjál, az mit akar? He. Hoppá, gyerekek, előznek rézék. Előznek a... Vérdák. Ez már egy jó jel. És mindenhol vannak ilyen különböző interaktív... Ó, itt van. Jaj, a gyár! Megérkeztünk, hallod, akugyár, Debrecen. Csém. Ah, imádom már most. Az a baj, nagyon megvett. Nagyon megvett. Nagyon megvett, gyerekek. Adjátok nekem egy MTZ-t, meg egy Rabensteigert, meg egy Kirovecet, aztán én itt eleszek örök életemre. Na, azon a hegyvidéken kikö próbál... Nincs hátsó kiárad? Azon a hegyen kikö próbálja a traktort, hogy milyenek a menet tulajdonságai. Nagyon rüheltem, hogy a régebbi FS-ekben az volt, hogy mindenhol is felmentek a traktorok. Csak lassan, ugye. Mindjárt elmegyek arra, kinézek. Letiprom itt a izét, gabonájukat, parasztoknak. Hát ez... Mint hogy a kis tarcsát látnám, halljátok? Vagy nagy tarcsát, tudjátok? Ezek a, volt az a régi szovjet laktanyákból, vagy ilyen szovjet lakásokból, katonai lakásokból átalakított épületek. Hát ezeket riktig ugyanazok, apám. Kis tarcsán vagyok. Most mindjárt megyünk elvészkedni, meg fú, én nagyon bérmunkáznék egyet, ott azt meg lehetne próbálni, gyerekek, nem? Írjatok, hogy mi lenne szerintetek a legjobb, én megmondom őszintén, lehet, hogy a bérmunkába belefognék. Jaj, de jó! Szenved a gép! Ugye, nagyon sok farming szimulátorban, nem tudom, vagy a 22-ben is, nem is emlékszem rá, de régebbiekben az volt, hogy így fogtad, és akkor a legnagyobb emelkedő is felment egy gép. Maximum nagyon lassan. Kélódik a csém. Mondjuk le, mondjuk jó, esélyesnek tartom, hogy fölvegy itt. Egy ilyen. Egy borulásra kíváncsi lennék. Gyerekek, itt már lehet megborulóra vörderem. Hát én nem mondom vagyok, hogy azért itt fölült volna a Challenger. Mindjárt mind nekiugrunk. Egy tót az adjára, aki lendületből. A gyerekek, nem lehet felborítani vördát? Hát, itt úgy fölül volna, mint a szar. Ezt úgy meg kell hagyni, ugye? Kicsit árkádosak vagyunk még mindig. Viszont több a pozitívum, mint a negatívum. És jó van. És figyeljetek, itt rántok egy balost, figyeld. Itt rántok egy balost, itt. Hát igen, itt azért akkora lendületben voltunk, hogy simán felborulva. Jó! Viszont! Szálljunk ki a gépből. Ide fölülünk, vagy lekitámaszkodunk a keréknek. Aztán elszívunk itt egy bagarettát. Azt kell mondanom, hogy nem rossz.
Én úgy gondolom, hogy ez a farming ez egy jó. Látni a fejlődést. Főleg mondjuk 15-höz képest, amivel játszok, de 22-höz képest is azok az apróságok is, amik vannak. Engem megvettek. Kína nem érdekel, nem akarok is termeszteni, nem tudom mennyire ti hogy vagytok vele. Írjátok meg a véleményeteket, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki hogy áll ehhez a farming szimulátorhoz. Viszont én úgy érzem, hogy van előrelépés, és ez egy potens játék. Ez érdemes, ezt hogyha te egy régebbi farming szimulátorral játszasz esetleg, vagy nagyon nagy farming szimulátor őrült vagy, akkor szerintem érdemes ráváltani 25-re, mivel jóval érdekesebb és jobb, én úgy gondolom. Oké, srácok. Hát, hogyha nem jön ki map nagyon gyorsan, akkor valószínű, hogy egyébként láttam azt hiszem már, hogy kellett európai mapot, de valószínűleg nem ilyen szépen kidolgozott. Szerintem tök jó ellennénk ezzel, azért itt van minden is. Mi a... Ó, arra nézzetek! Az a régi Johnny azért befityek. Azért lehet itt egy-két ilyen retro géppel kezdeni, hogyha nem is MTZ-vel. Bár aztán szerintem egy hét aztán ki lesznek a modok. Ha más nem ugye a régebbi farming szimulátorokból áthozott modok. Tök jó, hogy már alapban ilyen koszosak a gépek. Mert ugye hát nyilván, hát miért lenne minden ilyen hold tiszta. De Skodát azt nagyon hype-olja itt a röncör gyerekek. Hát ez a kerítés, hát egyébként rohadt jó. Rá van hajda, izébi laposvesbő, érted a... Hogy nem az ilyen szögvasból, tudjátok. Nem van szeletőve, azt az rá van hegezgedve, nem? Tök jó. Betonvas, izék. Ból meg van hajtogadva ez a csirádás valamit, de hát ez szinte Magyarország, hallod? Itt azért le kéne nyírni a gyöppöt, mert elég csúfos. Jó, öreg! Húzza be a házba, meg megázol. Ne! Camping biciklé, oda van támaszva, öcsém, meg a muskátli, na várja. Egy dolgot akartam még megnézni, mert nagyon érdekel a dolog. És bocs, ez fakereszt. Csak aztán, hogy találom meg, azt nem tudom. Szerintem az egyéb kategóriában lehet, hogyha valamikor is találok olyat. Azt tudom, hogy itt aztán lehet majd keresgélni a dolgokat. Nem tudom, ilyen pekkekbe kellene néznem, hogy gyöppe foglalkozni fű kategóriába. Nem bazza, annyira nem jó ez így. Hát itt nem találok meg semmit. Azt az izére lettem volna kíváncsi, tudjátok, van az, amelyik ilyen lehet nyerni van a füvet. Hát ezt találd meg mi. Te Isten, hát ezt nem fogom megtalálni. Egyéb. Nem az. Jó, bocs, nem kiabálok. Hú, gyerekek, hát hol találok én itt meg bármit is? Nincs valami kereső egyébként. Azért adná egy keresőre, vagy valami csoda. Hát én ezt itt, már most látom, hogy itt lesznek gondok. Portkocsi vetés, gondomnövelés, betakarítás, takarmánybetakarítás, füves terület. Tudjátok, mi keres a keeper. Várjál. Rödforgatók, kaszálógépek, és nincs itt benn. Tudjátok, az a fűnyíró, az hol volt? Úristen, nem találom meg soha egyébként, biztos vagyok benne. De, ha most szomorú vagyok. Ne haragudjatok, egyszerűen nem lelem meg, pedig azt nagyon ki akartam volna próbálni. Azt a kézi kaszát. Itt van bazze. Miért oda rakja? Hát ez egy rohadt kasza, hát miért nem a fűhöz? Egy ilyet kölverdi, aztán vásároljunk egyet, úgyis újra kezdünk. Szerintem kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog working-ölni. Azt, na így! Hát ez igen, az tök jó.
8-an gyerekek. Várjátok, az animációja milyen lesz, hogyha esetleg leveszem egyre? Aha, na erre voltam kíváncsi, hogy a nincs, van esélyt animáció, de nem, hanem töri a másik animációt, ugye. Azt lassítja be, csak ugye egyen már nem tud vele mit kezdeni. Többin azért ugye elműködik. Egyébként nem akarom fikázni a játékot, mert jó. Viszont ilyen apróságok, amire én egy óra alatt ráakadok, tehát így megtalálom ezeket a hibákat. Ezeket valószínűleg, hogy mások is megtalálták, a tesztelők megtalálták, a fejlesztők megtalálták. Miért nem orvosolják? Én ezeket soha nem értem meg, hogyha egy játékos egy csomó hibát talál, vagy nem egy csomó hibát, de mondjuk ezt az egy hibát is, akármennyi hibát is, de egy hibát is talál a játékba, nagyon-nagyon rövid idő alatt, azzal valószínűleg, hogy találkoztak a fejlesztés alatt. Még ha egy ilyen triviális hiba is, de nem nagyon nehéz megoldani, hogy ez ne legyen. És emiatt valamennyire sérül a játékélmény, pedig nem egy olyan nagyon bonyolult lenne ezt megoldani, hogy ezt így ne kezdje el loopolni ezt az animációt, ahelyett, hogy ugye normálisan próbálná lejátszani. Mert csak annyi lenne, hogy még jobban kellett volna arra figyelni, hogy még jobban lehet se lassítani. Mert egy fene lassan tolja. De akkor ne kezdje el loopolni. Na, jó. Erre kíváncsi vagyok, ezt ki kellett próbálni arra, ugye. Mi az, hogy sebesség ja, igen, hülye voltam, oké. Okay. Jó, igen. Azt a bőtjár, gyerekek, hát a... Nem annyira sikerült, várjál. Aha. Jó ez. Ugye kipróbáljuk, hogy ez végig is hogy működik. Ezt láttam munka közben, ezt a technologit. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként. Milyen rendet hagy, arra vagyok kíváncsi. Tök jók az ikonok. Még egy dolog, tök jók az ikonok. Nem ilyen rohadt feltűnőek, ugye, hogy ilyen 1000 kilométerről látod őket, de mégis jól láthatóak. Nekem ezek nagyon tetszenek, ilyen apróságok. Csak hogy ne rosszal fejezzem be ezt az egészet. Na. Uh-huh. Ja, szépen össze-vissza levágja, hogy köl. Az utat is le lehet vágni, tök jó. Ez tetszik. Nyilván nem sokszor fogja használni az ember, rohadt drága meg minden, de ez tök jó, hogy belerakják. Ez jó. Ez egy jó feature. Ez egy jó feature. Ugye azért ilyen a kerekednek, hogy nagyon jó tapadjon. Akkor is, hogyha egy ilyen nagyon lejtős szakaszt nyírnak vele. Jó. El is búcsúzom, srácok. Köszönöm szépen a figyelmet. Tetszik a játék nagyon. Írjatok nyugodtan ötleteket, akkor hol kezdjünk, mit kezdjünk, hogyan csináljuk. Szeretnék belőle sorozatot. Aztán csapjuk neki. Sziasztok! Hello!